Augusztus 20-ától lehet jelentkezni a 16 éven aluli gyermekek után járó 10 000 dináros állami támogatásra, jelentette be Sinisa Mália Prva Televízió műsorában. A szerb pénzügyminiszter elmondta, a pénzre minden olyan gyermek jogosult, aki 2006. november 21-e után született. A tervek szerint szeptember 25-éig kifizetik a pénzt, de legkésőbb október 1-én megérkezik a megadott bankszámlákra. 40 nap alatt több mint 23 000 vették igénybe az elektronikus autópályadíj fizetésére alkalmas készüléket Szerbia és Észak-Macedónia között. Azok, akik ezt a fajta fizetési módot használják, 6%-os kedvezményt kapnak, mondta Darko Savić. A Szerbia útjai közvállalat illetékese hozzátette, júliusban több mint 7,5 millió jármű haladt át a szerbiai autópályán, ami 7%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. 2 hét múlva kezdődik az Interetno Fesztivál. Több mint 500 néptáncos, népzenész, kézműves mutatja be tehetségét és hagyományait Szabadka szívében. A programokat idén és az előző évekhez hasonlóan Szabadka főterén és a Népkörben rendezik meg. A fesztivál kulturális kínálata idén változatos és színes koncertekkel, játszóházas gyermekprogramokkal és gasztronómiai bemutatókkal is bővült. Bővebb információ a fesztivál Facebook oldalán vagy az interetno.net címen kapható. Ma kezdődik a Sziget Fesztivál Budapesten. Az idén 30 éves kulturális rendezvényen mások mellett az Imagine Dragons, David Guetta és Billie Eilish is fellép. A Sziget 6 napon át augusztus 15-ig tart az Óbudai hajógyári szigeten. 62 országból érkeznek fellépők mintegy 40 program helyszínre, a közönség több mint 100 országból jön. Idén több helyszín új dizájn kapott, visszatért a népszerű és egyedi Art of Freedom, és díszbe borult a Szigetre bevezető K-híd is.